Sziasztok srácok, Mindy vagyok, és üdvözlök mindenkit a csatornán. A mai videó egy back to school videó lesz, úgyhogy nézzük is, hogy miket tettem a sulira. Én, hogy őszinte legyek, nem nagyon mertem nagyon-nagyon-nagyon sok mindent venni, ugyanis tényleg kiszámíthatatlan, hogy most hogy lesz suli, úgyhogy igazából csak füzeteket vettem, illetve egy-két ilyen tollat, radír, de nem is tudom tovább a szót, nézzük is a videót. Van három ugyanolyan füzetem, ezeket a Tesco-ba vásároltam, és mind a három azt hiszem kockás, nagyon cukik. Ezeket inkább olyan tantárgyakra szánom, ahol sokat kell írni, például nyelvtan, vagy ugye matek. Igaz, kockás, de ugye most még 11-ben, és nálam már annyira nem számít, hogy kockás, sima, vagy vonalas éppen az a füzet. Mielőtt kérdeznétek, én csak kis füzeteket szoktam használni, valamiért én nem szeretem már a nagy füzeteket. 9-ben, amikor bekerültem középiskolába, hát nyilván ekkora nagy méteres füzeteket vittem, hogy úristen, milyen menő, végre nagy füzetbe írhatok, de hogy őszinte legyek, körülbelül 2 hónapig bírtam a nagy füzeteket, mert nem volt jó, és sokkal jobban szeretem a kis füzeteket, úgyhogy ebben az évben már csak kis füzetet vettem. Azt hiszem a Pepco-ból vásároltam, igen, ez ilyen kis Pepco-s füzet, ezt a DIY-os videóban már mutattam, hogyha még nem látszod, akkor mindenféleképpen kattints ide. Van egy ilyen nagyon aranyos kis autós, buszos füzetem is, amiben már elkezdtem most angolozni. Ugyanis szeretnék most már tényleg nagyon ráfokodni az angolra, és úgy gondoltam, hogy még így a nyáron is átveszem az ilyen alap kis dolgokat, amiket eddig tanultunk, úgyhogy ez lesz valószínűleg az angol füzetem. Ezt a kettőt szintén mutattam már a DIY-os videómban. Ez a tigrises az vonalas, a madárkás pedig kockás, azt hiszem. Vagy nem? De igen. Ez a kettő is Pepco-ból van, a buszos pedig a Tesco-ból van. És innentől minden füzetet már a Tesco-ba vettem. Annyira cuki füzet, nekem annyira megtetszett, hogy ilyen kis bolygós téma, ez is szintén kockás, mert konkrétan a Tesco-ba csak kockás füzetet találtam. Nem tudom, ti hogy vagytok velem, most már nem divat a vonalas füzet, hogy micsoda, mert alig találtam valahol vonalas füzetet. Ha pedig találtam, az pedig ez a tipikus elsős füzet, az meg nekem nem tetszett. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy melyik legyen ugye az angol füzetem, mert szerintem nagyon jól néz ki, és agyaltam azon, hogy ez lesz az angol füzetem, viszont ez vonalas, és a kockás füzetben sokkal többet lehet írni, ugye már ott sokkal kisebbek a sorok, mint a vonalasban, úgyhogy a kockás mellett döntöttem, ez pedig valószínűleg az ilyen fotóórámra lesz ilyen füzet, mivel ez egy tök jó fotó lett. Annyira cuki, nézzétek már, unikornisos, és milyen fajn. Igen, amúgy ez is kockás, mint az összes többi. Ha ez nem volt elég aranyos, akkor ez az lesz. Ez milyen cuki már, és itt hátul is olyan, és trrr, ez is kockás, de nagyon jó színe van, meg olyan kis cuki, most nem tudom, most ilyen kedvem volt, hogy ilyen mindenféle mintás füzetet vegyek, pedig múlt évben alig vettem mintás füzeteket. És ez a füzet az, amit fogalmam sincs, hogy mire fogok használni, mert sima füzet. Szóval nem tudom, gondolkozom, hogy az irodalmat fogom benne csinálni amúgy. Tök jó, mert nagyon sok lap van benne. Tök cuki, hátulról is tök jól néz ki, előről is tök aranyos. Úgyhogy ennyi füzetet vettem erre az évre, nagyon remélem, hogy elég lesz. Aki régebb óta követ, azt tudhatja, hogy ugye médiát tanulok, és hogy őszinte legyek, amúgy nem nagyon szoktunk füzetbe jegyzetelni, inkább beszélgetünk nagyon sok dologról, ha pedig olyan van, akkor pedig telefonba szoktunk jegyzetelni. De én híve vagyok, hogy füzetbe szeretek írni, nem telefonba, úgyhogy általában nekem mindig szokott mindent tartani, legalább egy füzetem lenni, hogy azért mégiscsak legyen, úgyhogy most fel vagyok tárazva füzetekkel. Bár ezt nem most vettem, hanem évelején kaptam anyumtól, de én nagyon ajánlok mindenkinek egy ilyen határidő, naptárt, vagy naplót, vagy nem tudom ezt minek hívják. Igaz, lehet, hogy megint korona lesz, nem tudom, és akkor nem nagyon fogtok sehova sem menni, de én nagyon szeretem így felírkálni a dolgaimat, hogy a héten tudjam, hogy mit kell még elintéznem, mire, hogy kell időt szánnom, úgyhogy én ajánlom, hogy legyen nálatok, vagy csak legyen otthon, vagy legyen a koliba, hogyha kolist leszel, de legyen mindenféleképpen egy kis határidő naptáratok, vagy naplótok, mert tök jó, és én nagyon-nagyon-nagyon szeretek bele jegyzetelni is, meg tényleg tök jó beleírkálni, hogy mikor mit kell csinálnom. Bár ez nem füzet, és nem is határidőnapló, és nem is tankönyv, nagyon-nagyon-nagyon ajánlom ezt a könyvet, ez a Gazdag papa, szegény papa fiataloknak, ez nem kötelező olvasmány, és tényleg ez egy egyáltalán nem kötelező dolog, ezt én inkább csak ajánlani tudom nektek, ez egy ilyen pénzügyis könyv, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat tanít, igazából a cím alá van írva, hogy a pénztitkai, amelyet az iskolában nem tanítanak. Nálunk igaz, hogy van ilyen pénzügyi óra, és ott szoktunk beszélgetni ilyen dolgokról. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a pénzt is tudjuk kezelni, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon ajánlom nektek ezt a könyvet. Ez egyáltalán nem együttműködés, én is megvettem ilyen 1500 forint körül lehet, úgyhogy egyáltalán nem drága. Szerintem még egy jó pár
könyvesboltban van, úgyhogy mindenféleképpen szerezzetek be egyet, mert én is nagyon imádtam. Ezen kívül vettem még pár dolgot, szintén a DIY-os videómban mutattam meg ezt a kis tollkészletet, ami nagyon-nagyon-nagyon tetszik, azóta amúgy már nyilván kipróbáltam az összeset, és tök jól működnek, tök jól fognak. Picit fura, hogy ilyen kemény neki az anyaga, mert ilyen műanyag borítása van, vagy nem tudom, és hogyha nagyon sokáig írok vele, akkor már kicsit elkezd fájni az ujjam tőle, de most ilyen kis egy oldalas jegyzetek, hogy teljesen jó lehet, úgyhogy ezt adom. Vettem egy ilyen tollat amúgy, ez ilyen Tesco-s márkás toll, és ezt most ki fogom nyitni, és megnézzük, hogy ez hogy fog. El sem tudom képzelni, hogy ez milyen toll, vagy ez field. Van egy olyan fehér valami ott a... Ez valami védő? Vagy... Ó! Leesett. Na jó, akkor írjunk bele valamibe valamit. Van ez a full egyszerű kis füzetke. Rezzelök bele egy szívecskét. Jaj, ez ilyen! Há, ez tök jó ez a toll. Ilyen kis, mint ilyen földbeütése lenne. Hát nem vagyok jó rajzból. Tök jó, hogy rajzott tanulok a sulimba. Jó, de elrakom ezeket a tollakat, mert tudja, hogy összekenem bele a hófehér felsőmet. Úgyhogy ilyen tollat is vettem, ez is nagyon jó, igazából nem találtam a kedvenc tollamból, úgyhogy ezért vettem ilyet. Nem tudom, ez most így kényelmesnek tűnt, hogy így rajzoltam bele egy kis emojit, majd meglátjuk. Vettem még egy ilyen jó nagy A3-as lapot a suliba. Ugye a médiában a rajz is, meg ugye az animáció is beletartozik, és ugye mi rengeteget szoktunk rajzolni, illetve vettem ilyen kis A4-es lapokat is, mert szintén ezekből rengeteg kell nekünk a suliba. Igen. És vettem ilyen 3 darabos radírszettet, vagy radírkészletet, nem tudom, hogy ezt minek szokták hívni. Én ezt ajánlom, én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy ez tök jó. És ez az egyetlen év, amikor nem találtam ezt, ilyen picikbe voltak, eddig ilyen kicsikbe is, de most csak ilyen nagyot találtam. Ó, igen, és gondoltam megmutatom, ugyanis szerintem most lesz 3. éve ez a tolltartóm, ugyanis ugye volt a leges-legelső ilyen unboxing videóm, hogyha még nem láttad, akkor mindenféleképpen kattints ide, és abba mutattam meg ugye talán szerintem legelőször. És jó, úgyhogy imádom ezt a tolltartót. Én 60-ban vettem egy nagyon-nagyon-nagyon pici kis írószeres boltba, úgyhogy nem tudom, hogy ilyet honnan tudtok így különösebben beszerezni, de szerintem Aliról, vagy eBay-ről simán tudtok rendelni, vagy Wish-ről. Úgyhogy erre az évre én egyelőre ennyi mindent vásároltam be. Tudom, nem vittem túlzásba. Rengeteg minden nekem megmaradt múlt évről. Például mondjuk megmaradtak még ecsetek, ugye festékek, és 9. évvel én annyira bevásároltam, hogy tényleg még elég sok minden megmaradt azóta, úgyhogy ezért nem is vettem túl sok mindent. Tehát anyu azt is mondta, hogy tényleg ne vásároljak még ennél több mindent be, mert lehet, hogy tényleg feleslegesen venném meg ezeket, és a pénzemet feleslegesen költeném most el erre. Úgyhogy én erre az évre egyelőre ennyit vásároltam be. Kommentbe írjátok le, hogy ti hanyadikosak lesztek, illetve hogy már miket vettetek a sulira. Ja, és igen, nálunk nagyon sokszor ugye az első hónapban szokott kiderülni, hogy még pluszban miket kell venni, úgyhogy ezért nem is vettem plusz dolgokat, csak ezeket is alapírószereket vettem még meg. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna ez a videó, mindenféleképpen írjátok le a komment részlegről, hogy ti miket vettetek már most a sulira. A következő videóban találkozunk, addig is puszi a pacitokra, és sziasztok!